Pál Dénes koncerttel készül a Kanizsai Kulturális Központ a nőnapra. A szervezők szerint Pál Dénes egy olyan előadó, aki a március 10-i fellépésén megdobogtathatja majd a hölgyek szívét. Pál Dénes fog érkezni hozzánk az akusztikus triójával, tehát egy élőzenés estről lesz szó. Szerintem nem kell senkinek Pál Dénes bemutatni, egy nagyon fiatal, friss, dinamikus előadóról van szó, aki itt a Megyeszai Házban is majd saját dalokkal, más hazai és külföldi slágerekkel, illetve a tehetségkutatóban, amit megnyert, felcsendült slágerekkel készül majd. Ugye azt tudja mindenki, hogy több zenés showműsorban feltűnt a közelmúltban, és egy tehetségkutatót meg is nyert, úgyhogy szerintem mindenki meg fogja majd találni, vagy hallani a kedvenc dalát.